fájatok, mit vagy mellettem? Szobd már ki a faszom hirtelen! Na hello, tuti, valami hengerek, én vagyok az. Elmondom nektek, hogy végre esedékes lett, hogy tudjunk egy kis felvételt készíteni, mert kérem tisztelt anyám, még tudja nem húztak egy itthonról végre a picsába. Megmondom őszintén, ennek egyébként nagyon ritkán jön el egyébként az ideje, az az igazság, utóbbi időben egy ritkábban. Íme a dátum, elmondom nektek, hát az időpontot mutatnám meg a tisztelt és kedves nézőknek, nem lehet látni, bazd meg, akkor jó. 9 óra, elmondom, tehát 47 perce futja. Az az oka, hogy ilyen korán keltem, hogy el kellett ti valamilyen fejek mennem a bőrgyógyászatra, elmondom nektek, ti valamilyen fejek, mert a kedves és drága tisztelt hengerek előtt túl jól van titkolni való. Elmondom nektek egyébként, hogy annyit cuccot kaptam bazd meg felírásra, tehát egy ilyen tócot, az egész fizetésem rámenne, ha lenne bazd meg. Úgyhogy nem vettem ki a felét se. Vakarózok tovább. Na ez a konklúzió a mai napnak. No, elmondom nektek ti valamilyen hengerek, hogy kéne egy picikét nézegetni valamiféle Wormsos felvételt, hát ugye az új évet egyébként, szigorúan két szóban írva, tehát ez nem a január 1-e, hanem az új év, tulajdonképpeni megünneplését lehetne egyébként nyomatni ti valamilyen hengerek azzal, hogyha egy kis Wormsot veszünk magunkhoz. Nézzük már meg egyébként mi újság van, és folytassuk tovább, ottal abba hagytuk. Egy pillanat, meg kell nyitnom ezt a túljátelmes dolgot. Ugye elmondom nektek, apám, hogy nagyon korán van, és tulajdonképpen ebből az okból kifolyólag egyébként nem is jól valami jól, megmondom őszintén, geci, mert nem szoktam én bazd meg a szántást, azt szokták tudod mondani a hungry people-k, nem szokta a szántást. Na elmondom nektek egyébként mi újság van, ti valamilyen fejek. Worms, worms, fekete foton a felbontás, nem lehet mindent látni, mindegy, nem baj, így is jó, így is jó. Szóval ti valamilyen hengelszörű emberek, nézzük már meg, hogy ki a következő áldozat. Elmondom nektek, hogy a múltkori statisztikánk az itt figyelhető egyébként meg, ugye a hengerek azok PP vertek mindenkit, 3 darab győzelmünk van, fél dupla B-vel a győzelem, jutja az bazd meg, nem volt kemény. És elmondom nektek, ez a Take Hit ki a rákos közvény lesz egyébként most, csak olyan szorom ez a játék, mint ha szakász, ja meg átcsap meg, úgy akartam, hogy hengerek, VS, Take Tits. Menjél már, te büdös geci fasz, hát nem igaz az a szar, nézd meg, hogy megy. Nem ez az a szarra semmit csinálni. Nézzük meg, öcsém, mi lesz most, következő. Ez a múltkor volt, már unom ezt. Álcsap meg. Melyiket tudunk váltogatni? Jó. Kérünk egy újabb pályát. Ó, nekem ez megfelelő, köszönöm. Na, fú geci. Fél Garnizé következti valamilyen hengerek. Nézzünk már, hogy mi újság van, mert ez nagyon királypálya, elmondom, tehát a múltkor nem volt egyébként erről szó. Ebben a játékban nekem, ez a verzió, hogy ötféle pálya van, a szevasz. Szevasz, tavasz, ennyi van. A jeges pálya az pont nagyon király, mert pont egyébként ez aktuális itt, tél víz idején, elmondom nektek. Fél dokár múlva geci, meg garnizébe, azt hiszem ez garnizé volt, elfoglalható fél hóembert, magunkévá tettük. Jobbról, balról geci, orál? Orábé. Elmondom, te mi újság van, ilyen Márkot ma segbe kúrjuk, elmondom, tehát ne valaki félreértse, érted, csak az, ahogy éppen egyébként jól esik. Fél van ott a Jason X egyébként, meg van, mert Howard geci, Howard, ha Howard a Howard gegyó. Nem a Howardjú mellé, hát a Howard geci. Mi a faszomban? Fú, de szarul megyünk. Elmondom nektek egyébként, mi a tervem. Én azt mondom nektek, geci, hogy próbáljuk meg maximalizálni a lövésünket. Mégpedig oly módon tegyük meg ezt, hogy egy lövésbe vigyünk le többet, öcsém. Ez az egy csapással több legyet. Több tetves, retkes gecit üssünk le. Elmondom nektek, hogy arra gondoltam, hogy Howardot, öcsém, megkúrhatnám. Érted? Egy kis gránát esővel. Valamivel megnyomhatnám. Svinni magával Jason X-et is, geci. Na, elmondom, mi lesz, bazd meg. Váltsunk fegyvert. Hátszél az nem igazán kedvező. Elcsap meg, melyik a fegyver váltási lehetőség, igen. Elmondom nektek, ilyen szétrobbanósat fogok egyébként választani, első gondolatom egyébként ez legyen. Ez lészen az. Elmondom nektek. Hát, bazd meg, a lőnök ez étől, bazd meg. Hű, geci, az igen, apám, nem volt kemény a hátrafele szaltó. Nézzük már, mert mi újság van. Nem. Jó van. Picikét fejebb nyomassuk már. Az igen, öcsém, az igen, bazd meg! Hop! Je! Te mocskos fasz! Az igen, öcsém! Je!
Hát ennek no kerdi lett, geci, a reggeli. Ennek no kerdi lett a jele, bazd meg, az obodába, faszom, úgy tűnik. Figyelj, kettőt egy csapásra, amilyen nem túlozzuk el, bazd meg. He, te mire készülsz, tehát ne bazd meg. Tegyed le! Feldugom a seggedbe, bazd meg a bazukát, te fasz! Új, van gond! Hoppá, hoppá, az az, figyeld, nem volt kemény, csak kapott a csém egy sajnát a máskor, szólnék egyébként. 41-61, 66% nekünk. Semmi gond, számolunk, csak utána tudom, hogy hangait lenyomjuk egyébként, elmondom. Erős hátszelem van. Amilyen megfordulok, akkor ez hátszelem, egyébként elmondom, hogy nem lesz egyébként könnyű célozni. Elmondom nektek egyébként bazukával, de én nagy pályás vagyok, bazd meg, én nem viccelek, geci. Én bazukával sebbe kúrok bárkinek az anyját, geci. Húzz a faszomba, bazd meg! Hát nem lesz jó. Nem, mi bazd meg? Ezt kap ki öcsém! Nem kell bazd meg többet nyomatni, mint amennyit bír. Fia, azt mondta, úristen, geci, nem lehet többet kívánni mindenkitől, mint amennyit bír. Ennyit tudok neked mondani, geci, annyit kell csak kurni rá, amennyivel leesik, se többet, se kevesebbet a bán. Egy petátnyival se, bazd meg. Fél Mark Twain, öcsém, most magához ragadja a szót. Elmondom, nektek lesz egy kis problémánk itt Garnizében. Jó, oké, nagyon jó, ez egy maximum, egy olyan 48-at mondanék. 50-es, geci. A szerébe kút. He, nem látom a szövegtől, mi a faszomban jöttem. Állj csak meg, te mocskos féreg! 59%? Hú, bazd meg, az nem kevés. Ide szétrobbanós bombát kell applikálnunk ti valamilyen fejek. Ettől tartok. Elmondom, mi a tervem, hát Mark Twain elé kéne én beszúrni egy kis bombát. Elmondom nektek, aztán szétvinné, bazd meg, keresztbe kasul. Na nézzük, mit tudunk. Ennyi volt, geci. Mark Twainnek lőttek. Jó rév volt abban az, de hiába, geci. Maradt volna az írásnál, geci, mondhatnám így. Nem kellett valahogy képűsködni, geci, Wormsel, bazd meg. Túl sok esélye van a valamilyen fejnek ellenünk, a valamilyen hengerek ellen, elmondom nektek, ennyi van. Rátérve egyébként az egész ilyen bőrnyavajámra, az bossz fel tud a végtelenség, ezt el kell nektek mondjam, hogy látni egy csomó dokumentumfilmet, bazd meg, amikor a köcsög, mocskos, geci, tetves, retkes indiai posványok, bazd meg, a kukából bazd meg zabálnak, érted? Ott guberálnak a foskupa szetején, geci, érted? Azt olyan bőrük van, bazd meg, hogy enni lehetne róla, mint a WC csészéből, geci. Érted? Én meg 6-szor fülök, azt megleprásodok, geci. Ez basszad a végtelenség. Jó, ezt nekem ez, geci. He, ők kezdenek félte, már van egy kis gondunk ti valamilyen fejek. Fia, az ellenség kezd. Zsudicsi! Vigyázz magadra, geci! Hely, ez Zsudicsi, sziasztok, bebazd meg! Figyelj, a gráf viszont nem rossz helyen van, bazd meg a taposok, na! Gárdizét, bazd meg! Ez nagyon fáj nekünk, bazd meg, ez kapott! 62, 84, 24, jó Isten, bazd meg! Te! Telibe szopatom a kurva anyádat, geci! Azt a faszopó! Nagy picsájú kurvát, bazd meg! Te olcsó Isten, bassza meg anyád! Állj csak meg! Hátszél nem jó nekünk, geci, mert szét fogja faszatni, baszatni, szopatni, rongyos a tetvesre ezt a ótvaros faszopó bandát, geci. Sima grátot kapsz, többet nem érdemez, bazd meg. A rák szopasó, bazd meg, teherbe, geci. Hogy szopnád kell rólam a lovat, bazd meg. Geri elé kéne beszúrnunk ki valamilyen hengerek. Ettől tartok. Inkább cigét lejjebb nyomatnám. Vigyázzunk, mert nem egyszerű. Az jó! Yes, öcsém! Ez a második olyan nyúlásunk, hogy kettőt vittünk ki, öcsém, egy dobásra. Én most már így játszok, bazd meg. Én nekem egy bazd meg, már kettőt viszek ki magammal, bazd meg. Nem úgy van az, hogy csak eltalálom az cső. Minél többen megdőlek, az a jó. Apám, az a múltkori dobással, geci, hogy köbletünk, hogy rohadjon meg, aknázza, bazd meg, az aztán szépen kapjuk a pofát, de rendesen. Ez a minimum, öcsém, amit elvárható, bazd meg, tőlünk, hogy most ezt megbosszoljuk. Az a statisztikán mi most járt teljesen be, geci, egyértelműre. Hogy kettőt kivittünk a faszomba.
készülnök kell maga! Teszed le, bazd meg! Ó, megmond! 16%. Ki jön most? Garnizé! Túlságosan egyszerű lesz, elmondom nektek. Aztán kettőt ott kinyírna valamilyen fejek közül. Nézzük már, mert mi újság... Ó, Csudicsi jön ki valamilyen fejek. Megyek. Ö! Csak meg. Nem is kell még oda mennünk egyébként, elmondom nektek. Hát itt tulajdonképpen... Hát ezt a kettőt kinyírni, bazd meg egyben nem fogom tudni, aztán most megmondom. Viszont, ami túlszal lesz, az annyi lesz, hogy szétrobbanós bombát fogok viszont használni. Az viszont ilyen túlszarul hangzik. Elmondom ti néktek. Bombát kéne fengeci megindítani. Kapnának egy kis sallert, csak az a bomba nem fog erre repülni, bazd meg, az kirepül a picsába, mint erre visszagurulna. Még ráta lehetne visszacsinálni, bazd meg, de úgy kell szétrobbantani, hogy az egyik szétrepült törmelék, bazd meg, rát mögött csapódjon be. Tehát egyszerű feladat lenne, bazd meg, ez makadémia szín, geci. Az igen, apám! De nem állj itt szét szarba, bazd meg! Hülye faszisten, bassza meg! Szétrepült száz fel az a faszopó nyomorult geci, bazd meg! Azt lesz, a fasz nem nyílta ki! Ez telibe szapadt minket, geci, meg ezt a faszopót! Van gond! Apám! Mi lesz itt? Apám! Már megint a bombába belement, ennek annyi lesz, geci! Bazd meg, ketten maradtunk, faszom! És álljak meg! Itt ez kap ki, bazd meg! Öcsém! Zsudicsi azért még el van magára, mint a befőtt, elmondom nektek, és ezt kap ki, geci, csepát, bazd meg! Körbe aknázták, geci! Meg se tudok, faszom, mozdulni! Hát megy oda egy büdös, geci, már he! Nagy menjek már, bazd meg! Meg sem merek mozdulni, faszom! Hű, apám, ennél jobban nem tudok menni. Elmondom nektek, hú, geci! Tulajdonképpen ti valamilyen hengerek, sajnálatos módon, melyik az Isten van ez a szar? Hogy nem tudok ti valamilyen fejek olyat lőni, hogy ez a két geci megdögöljön. Mert hóvát kapni egy olyan állásban, meg, hogy az anyja leszopná, bazd meg. Jason X viszont úgy tudnám megpusztítani, hogyha rárepülne Howard, azt rárobbantaná magát, geci, amikor kipusztítja a jó kurva anyját. Oké? Na kurassuk, geci! Fejebb, nem lesz jó, bazd, mert neki fog tűznek a kurva anyjának. És itt fejebb nyomassuk már. Be kéne ejteni Howard hozni valamilyen fejek. Azt a kurva-e! Öcsém, kipusztult a geci! Itt a papó, genyó! Az igen, apám! Dupla, tripla, riplatás, recsenés és minden öcsém megvolt! Tőlem lettünk kemények, ti valamilyen hengerek! Tőlem győztünk újra, újfent, és megint, és ismét, geci! És sorra, bazd meg, és folyamatosan, és állandóan, geci, és mindig, és túl szarul, elmondom nektek, ennyi van. Más statisztika, telibe leszarom, elmondom nektek. Lementettünk mindent, és elmondom nektek, következő csapatot fogjuk most széjjel kapni. Azt mondja, hogy a hengerek az maradjon egyébként a hengerek, elmondom nektek, ez itt túl szar. Illetve... Ez a Cool Cars, vagy nem tudom mi a rák, na most ezeket fogjuk tibban fek széjjel szopatni. Elmondom nektek. Jó van már? Tőn is lefagyva a kezem, bazd meg. Ó, nyalókafa, mert mi egymás? Hát nem tudom. Ha tetszik a heat feeling. Baszassuk, igaz, bazd meg, jó? Legyen, geci. Az a baj, ez a háromféle pálya van. Mi kezdünk túlszor, geci? Álljak meg! Első lépést, valami hengerek, meg kell nézni, hogyan is állunk. Garnizé öcsém a csoki hegy mögött, fél a milka csoki mögött ott figyelj, hogy lent nincsen senki. Úgy látom egyébként, de ez elég szarapálya, megmondom, dicsepet hol tették. Álljak meg, csepa nem is rossz helyen van. Ezt kap ki öcsém, jön a hídon, bazd meg. Fél Espitet, meg Diablót, széjjeltünk öcsém, akár arról is kudatni. Csak vigyázzunk meg, teszta rosszta, bazd meg, még azt figyel. Meg van a turbó eseze, amint a ez nem a Porsche turbó, az a 911-es, tudod, van a Need for Speed 3-ból, geci, csak mondom egyébként, hogy arról van szó. Elmondom nektek, a kireptetés a pályáról nem a legegyszerűbb, itt meg lehetne oldani a turbó, de hát elég gyenge, bazd meg, megmondom úgy, hogy van. Én, amire gondoltam,
az annyi lenne, elmondom nektek, hogy hű, geci. Hát nem tudom. Nem tudom, olyan kell stratégiát megalkotnunk, ugyanis itt Isten igazából Diablót kuratnám meg bazukával, de olyan szinten, hogy aztán magával vinni öcsém még azt a tapósoknát is, és esetleg hátha vagy belerobbantana, vagy esetleg Espritnél, azon gondolkoztam, hogyha Espritthez dobnánk ki valamiért egy szétrobbanó gránátot, akkor lehet, hogy a robbanás hatása még Diablót is magával tudna rántani, de azt nehéz lenne kivitelezni, elmondom. Hát nem tudom, mit mondja geci. Gondolkozom egyébként rajta, mert szeretnék tőlem profi munkát végezni, nem szeretek fél munkát végezni, ezt el kell geci mondja mindenkinek. Még az is egyébként ott gondoltam, hogy ezt a kurva teszt a rosszát, ki a szart, még megkurhatnám valahogy, érted, egy gránáttal, simával, az oda repülne Diablóhoz, érted, az Diabló meg felrobbanna geci a taposoknak, azt leesse mind a kettő. Tehát nem kis pályázok, érted már a végén. Itt mindenképpen van egy túlszar beficentésünk, jó? Szóval neked egyet gondoltam, mégpedig arra gondoltam, hogy szétrobbanó gát az nekem mindenképpen túl jól nem fekszik. Az a Diablo elég bekúratnék egy ilyeti valami, eléggé életveszélyes, ott van az a Judici is, az a megszívja. Hát nem tudom. Próbálkozzunk meg, azt mondom nektek. Hát úgy is jó egyébként. Hát na jó, mindegy, jó, ennyi van, nem baj. Az Diablot majd később kiszedjük a többivel, bazd meg. Espritek annyira volt. 9-11, fél, komba 11, geci. 9-11, fél, segély, hívás. Van egy kis gondunk, apám, ez életveszélyes, ez bazd, milyen készült, geci. Ajaj, van gond. Hí, apám. Geci, ez telibe baszott, apám. Hí, de viszont álljatok, mert nem volt rossz egyébként. Taposolok, mert első nem jött utánam. Szétrepült, és ahhoz képest kurvára megsérültem, bazd meg. He, Diablo, hát csap meg, Diablónak lenne egy üzenetem, elmondom nektek. Fél, ilyen találták itt valamilyen fek a Dragon Ball-t, elmondom nektek. Váltsunk már fegyvert, nem is azt, hanem Dragon Ball-t, öcsém. Szerintem el tud benne odáig, nem? Arra gondoltam. Nem megpróbálom esetleg ezt a megoldást. Az a bajom, ti valamilyen fejek, hogy szerintem nem fog leesni a csávú. Attól tartok. Hát akkor egy megoldásunk van, mégpedig nem más, mint kérem tisztelettel, sima gránáttal fogunk élni. Ez kap ki. Na, húzz el mosos fasz! Na ez ennyi volt. Diablo első töcsém a marslében, elmondom nektek itt a fosztalicskába belement, hol való volt. Hát állunk egyébként szépen, elmondom nektek ti valamilyen hengerek, de leálltnak egyik jobban is. Júj, geci, most lesz egy kis gondunk, fél. Hárman geci egy kupacba. A teleport. Így a fél taposóaknákhoz. Ki fog mosolni szerintetek ti valamilyen fejek? Docarmo! Hogy a lenti szép fej, pont a lenti fog jönni, nem tudok semmit csinálni, geci. Esné bele a bombába, bazd meg, de azt ki fogok csinálni, ne féljetek, bazd meg. Féltem, ezzel fogok jönni, nem hiszem el. Áj, nem, nincs gond. Docarmo, mondtam én Docarmo, azt nem Csepával fog jönni. Csepál most nem igazán, úgy is mondhatnám, hogy jó jönni. Áj, csap meg, ott is van, mit tudszunk. Ezt most hagyjuk még a turbót, kiti valamilyen fejek, elmondom, mit fogunk csinálni. Figyeld, egyszerű, mint az ágyba vizelés, öcsém. Teszt a rosszához fog, öcsém, kuratni egy gránátot, ide áthajintom, ide elé, felrobban, beleesik a taposóba, annak neki annyi lesz. Utána viszont mi fogjuk megszopni a faszt, elmondom, tehát mert turbó ese fog jönni, öcsém. Hát nem tudom, megmondom őszintén, mert utána viszont ha turbó ese fog jönni, akkor a Csepával kell lőnöm. Az a kérdés, hogy Csepa át tud-e lőni itt a hídon majd. Lemegyek teljesen az aljáig, érted? Mostan mozog a lábamat a csoki tenger, és tulajdonképpen onnan fogok majd szépen fellőni turbó eséhez. Hát ez megmondom nagyjából a véleményem. No! Elmondom, mi lesz ti valami hengerek, amit mosunk csinálni, az már haladó szint. Hogy mindenki vegye elő a papír ceruzát, geci. Lesz mit jegyzetelni. Na, gyerünk már-e. Tulajdonképpen, tehát még egyszer elmondom, mire készülök. Ez a Judicivel elkezdek ti valamilyen fel kurvák, hogy átdobom itt az egész kurva anyjám mindent, és a tesztarosztán hozt fogom dobni, elmondom, elé. Nem lesz könnyű, mert ott túl is, mert ki is pattad, átcsak azt úszott van egy nyalóka,
Jó, oké, elmondom, ez lesz egyébként. Még egyszer nézem meg az itt. Hát igen. Eléggé azon gondolkoztam, hogy picikét, mintha lehet növelni még a meredekséget. Legyen Márti valamilyen fejek szerintem, nem tudom. Elég, mert 4 másodperc. Így. Ó, de szar, Jézusom! Ü-kettő! Az kiepült, geci! Na most jön az ellentámadás. Most jön a válasz, az answer, öcsém. És hárman bazd meg. A kurva anyádba! Te csicskafaszú büdös geci, bazd meg! Hogy rákszopassol szét! Hát ez nem igaz, bazd meg! Csicska büdös geci vagy! Airstrike-kal faszom! Ha szén nem használok airstrike-ot, akkor mi a faszom van? Csepp a segbe, kur geci! Csepp előveszi a lompos, bazd meg, azt megfegyegezte le, bazd meg! Agyon csap, köcsög! Feldugom a segedbe, csepp a faszát, bazd meg! Szerintem az is van neki, hogy elnézem. Menjünk már le egészen a gecibe, a piti putizunk már lefelé, csak meg hű, hogy geci! Már önmagában geci kihívás, bazd meg, ezen átlőni is faszom, ezen a kurva anyjába, most ha milyen szögbe lőjek, bazd meg, hogy olyan. Nem tudom! Nem tudom! Nem tudom! Menjünk már lebb! Vigyázzunk, mert már eléggé. Hű, anyám, várjál csak, hogyan lőjünk ki valamilyen fejek? Itt kéne átlőni, Judici, meg az a kis híd darab között. Elmondom nektek, hát nem tudom. Pont ébe fogom lőni valamelyiket, öcsém, attól tartok. Picikét szerintem fejebb kérti valamilyen fejek. Nyomatni. Hát nem tudom. Picikét szerintem nem tudom ott átlőni, bazd meg, szerintem itt kéne. Így kell nagyjából lőni. Hát nem tudom. Most a két híd között, két híd darab közötti valamilyen fejek. Ott kell nagyjából lövöldöznünk. Bazd meg, vanyját ez a szemét. Nem fog tudni a fajnak kilőni, bazd meg. Nem fog tudni kilőni, bazd meg. Esetleg megpróbálnám ti valamilyen fejek ott azt a kis repedésen, bazd meg, hogy átlövök. Vagy én nem tudom, azonban nem jó a meredekség egyszer, mert át fog repülni a levedik. Nincs esélyünk, bazd meg, itt félrelőni, mert kiír ez a fasz. Át tudunk ott lőni a repedésen, de ott azonban nem jól látom a repedés, bazd meg. Hát nem tudom. De jó tettek ide ezt a faszopó gecit, bazd meg. Hú, apám, nagyon mellett. A lepra, bazd meg. Kicsit szerintem. Esetleg így. Kicsit fejebb. Nem tudom, hogy fog tűnik ilőni ti valamilyen fekez a gránáttal. Akkor esélyem sincs, mert látjátok, hogy szembeszemem van. Geci! Az igen! Bazd meg, kirepülhetett volna a csávó! Meghalt! Juhuuu! Mindegy az, geci! Fasztopó büdös kurva anyját, geci! Kirepültem volna a picsából, bazd meg! Nézzétek már, mert mekkora egy fasz! Hát simán kirepült volna a gec, azt nem bír kimenni! Szop ki a vérfaszomat, bazd meg, te! Olcsó kurva! Tőlem vagyunk kemények! Tőlem vagyunk kemények, ti valamilyen hengerek! Hát ennyi van, egy K.O. volt bazd a gépnek, elmondom nektek. Már megint sokadszorra következő pálya. Hát mert már volt egyébként ilyen szar. Nézzünk már inkább más, nem tudom melyiket generálni a másik perc. Szarok rá, bazd meg. Na, aztán legyomom bazd meg, hogy menjen. Faszom tudja, a másikat nézzünk már legalább, ilyen már másfajta. Jaj, ez túl jó! Túl jó, túl jó, túl jó. Nyem. Generáljunk már másikat, ti valamilyen fejek. Ugyanaz megint nézzek meg. Újat kérünk. Jújjújjúj, nem szimpi, megmondom őszintén. 6 meg 7. 6 meg 8. Ez a csökkentett gravitációs pálya. Azonban nem sok van egyébként, elunom már ezt a szart izét. Legyen megint akkor, vagy lávás legyen. Lávás? Öcsém, mekkora híd, nézzetek már mi a kurva anyja van. Hát ez király, geci. Menj az ellenséghez, bazd meg! Bazd, mekkora híd, láttatok milyen híd van ott, geci? He! Jézusom! Na, annak annyi, geci! Azt a jó kurva anyja megbassza! Hát, bazd, mert nem igaz, jó kezdés, geci! Gárnézé! A
Garnizé, annak annyi... Garnizé nekejéként a gyászszertartását hallottátok ti valamilyen fejek. Judici! Álljap meg, ezt kilököm a picsával a pályáról, ezt most egyébként megmondom. Ez kap ki, fél dokármú a semmi közepén. Fied, El Diablo. El Diablo, ott figyelj, fél Diablo, Diablo. Tehát most pont egyébként illik ide. Akasztófa, stb. Ennyi van, csepp a bazdag ott eléggé. Fú, egyszerű, topon neked? Olyan egy faszopó a gép egyébként. Nem feltűnő. Miért meg csepp áll meg? Leadod meg bazdag egy grátat faszom, azt ott repülök be egyből a lávába, ennyi lesz. Nézd meg, középen bazdag, ki van a sajátunk? Körbe aknázva bazdag. A szopjatok már lovat bazdag, mindannyian. Ti büdös gecik. Te meg elmész a faszomba bazdag. Ha való vagy te büdös istenek, a megbaszott anyja bazdag, te faszapó geci. Rohadjál rágba meg. Hölgyel, van gond? Hű, nézd meg a csém. Hoppá, nem estünk be egyébként, elmondom nektek, és telibe vedd bazd meg. Elmondom nektek, hogyha valaki úgy... Jó, geci, most van a bosszú. Ha valaki úgy kurvákodik, hogy valamilyen felek, elmondom nektek, hogy így fentről ejti rá az aknövetőt. Tehát úgy, olyan profi vagy bazd meg. Ezt úgy nyomatod bazd meg, hogy felrepül a... És rász a csávra fentről bazd meg. Így, érted? Akkor ő beleesik a csém a hídból, a cuccba. Nem lesz az, hogy kirepül, mint így oldalt. No! Diablo! Átcsap meg, tudom, meg mondtam. Jó gyerekek, itt a pár olyan pusztást lehet csinálni, geci, El Diablónál. Csepp a elintézőjéként elmondom. Én meg ezeket fogom egyszer elintézni. Tudom, meg ott melyiként? Valahogy meg kell valamilyen fel innyitani ezt a taposóakna lavinát. Hát figyelj már, bazdnek, csávok ment a sarokba. Ott van előtte egy taposóakna. Mögötte Diablo, El Diablo mögött ott a taposóakna. Előtte taposóakna, bazd meg. Meg lehet nyitani mind a kettők, bazd meg, belepülne oda abba a lyukba. Ahol az a teszta rosszna van, az meg azt konyec geci, csak nem tudod kéne megcsinálni. Ezen gondolkozom! Túl jól nem! Átcsap meg! Taposóaknát, ízértem, hatalmas hátszerünk van, ez nem jó, mert nem lehet precíziós csapás mérni, és az ellensére bazd meg. Jó, átcsap meg! Ha már nagyképű voltam, geci. Figyeld ezt, geci! Hátrafele fogok lőni úgy, hogy Diablo előtt csapódjon be, nem sokkal, magával ráncsa, geci, Diablo, a taposóaknát, és vigyél be teszta rosszához is. És az a bőttől nem fogja a faszlap megdögleni, az a problémám, de ne próbáljuk bazd meg. Pápáp, pápáp, fejjebb kell. Túl meredek a szög. Oda légy a csém. Geci, álljap meg. Az igen apám, 14 teszta rosszának, Diablónak 100, hát ennyi volt egyébként, elmondom nektek. Nem volt a legprofibb megoldás, nem tudtam megcsinálni, amit akartam, egyébként akartam mindenki sodorni bazdmeg a teszta rosszához. Most jön, hogy ezt mi, figyelj, dokármó végveszélyben bazdmeg. Attól tartok, lesz egy kis gondunk itt. Némi apám, csak ide, ezért mondom, akkor egy faszopó bazd a gép, és én még felszettem egyszerűen a bombát is bazdmeg. Hoppá, hoppá. Na elmondom, mi újság van, igen, egy, kettő, esprit, és pont teszta rossza fog jönni, öcsém. Dokármónak annyi lesz, elmondom nektek. Helyezkedjünk némiképp? 86% apám. Nem fog tudni oda felmenni, bazd, azt már most látom. Hát akkor kapd be a faszomat. Azon gondolkoztam. Ide jövök egyébként, tudom, nem repülnék még tudod a bombától, ugyanakkor meg rát nem esik a nyakamba. Úgyhogy félig meddig. Hát elmondom, mi újság van, itt lehetne egyébként esprittel nyomulni. Hát igen. Nem tudom, megmondom őszintén, melyik lenne egyszerűbb kinyírni bazd meg. Kettőt nem tudom kinyírni egyszer, azt most látom. Ezt el tudom mondani. Hát, aki fog jönni tesztal, nem fog jönni azból a tesztal rosszal, mert ő az a terébe fogja baszni bazd a dokármót. Aki be fog egyszer esni bazd meg a lávába. Ezt elmondom, úgyhogy ízét kell tulajdonképpen nyomatni. Tesztal rosszát kérti valamilyen fel kell intézni, de nem fog tudni egy dobással intézni, mert nem tud nyakába dobni gec a bombát. Hű, geci, most eléggé megszívjuk a faszt. Ezt elmondom nektek. Sima grátot fogok választani, elmondom. Elmondom, mi a tervünk. Ezt mit kell kinyírnunk úgy, hogy lehajjon meg bazd meg a izé, dokárvó. Hú, bár nem lesz apám egyszerű, mert ki fog repülni egy ide a pályára, aztán nem fog meghalni egy gránát, az biztos igaz. Hát nem tudom, megmondom őszintén. Nem tudom, bazd meg. Te ezt a rosszat se kirepülni, adod a grátot neki? Hát én nem bizony, hogy kirepül, faszom. Repülök én ki az ablakon, faszom, mint az a geci magától. Úgy de szar helyen vagyunk, bazd meg, nem hiszem el. Te ezt a rosszát kérti valamilyen fel kicsinálnunk valahogy, hát én nem tudom.
Na jó, elmondom, mire gondoltam. Profik leszünk, geci. Bazukával, telibe baszom ezt a férget. Elmondom nektek, erőserünk van, ami nem tesz jót egyébként a célzó képességünknek. Kellően laposan kell ti valamilyen feklőnünk, és kibaszott erősen, nem tudom, el fog-e egyáltalán menni, bazd meg. Ezen most gondolkoznom kell. Picit fejek gondolom esetleg. Menjünk a picit közelebb ti valamilyen fejek, mert megmondom őszintén, nem tudom. Kicsit lejjebb. Közelebb jövök, az a baj, nem magas lesz, azt nem tudom így lőni, bazd meg. Túl magas lesz. Megmondom őszintén, nem tudom, hogyan lehetne lőni, ezen gondolkozom. Nagyon-nagyon-nagyon laposan kéne lőni, de nem jó. Na, mit csináljunk? Miért kéne váltani itt valamifele? Semmiféle ízét nem akarok nyomatni, bazd meg. Airstrike-ot még ilyeneket flyre nem akarok. Hát akkor próbáljunk meg ezt a szétrobbanósat, hát esetleg valami behoz. Feljebb kúrom. Picikét el már feljebb. 2 másodperc. Levegőbe fogom szétbaszatni, apám. Azon gondolkoztam. Olyan meg kell gondolni. Legyen már lejjebb picikét szerintem. Legyen már ház. Picikét feljebb. És túléltük, geci. Csak tudod mi a probléma, most jön bazd meg a szopatás. Mert a faszopus geci bazd meg ott van bebaszva, bazd meg. Nézd meg ezt a faszt. A kurva anyádat azt. És persze beesek, geci. Nem hiszem el. És nem jött ki bazd meg a odvágból ebbe a moskos faszopú geciláda. Mi van ebbe a kurva anyjába? Ó, klusterbomb, kösz. Abból nekem is van, geci. Ó, bazd meg. És nem állok valami fényesen, el kell mondjam mindenkinek. Viszont van egyébként még 4 bombánk, hát amikor időnk már nem lesz egyébként elmond, azt kihasználjuk. Arra gondoltam ti valamilyen hengerek, hogy tesz a rossz, hát nem fog tudni kinyírni, mert oda kéne pont beejtenem az udóba, de ott pont anyag van, ugye. Alámetszéses felület van, azért nem tudunk oda belőni ti valamilyen fejek. Úgy is mondhatnám, hogy tőle nincsen bemetszés. Na, amit az akarok ti valamilyen fejek, az annyi lesz, hogy elidobom a valamilyen fej elé. Kellően meghajintom. Nyomassuk már a másodperceket ti valamilyen fej, legalább vagy, hát... Legyen már 4 másodperc. Jaj, jó van már! Jó van már! Na, mit csürgetsz, bazd meg? Na várjál már, elmondom, mi újság van. Hát ez nem lesz, apám, egyszerű, megmondom te geci őszintén. Ide bekuratni ezt a jó embert. Tudja az egész! Nagyon necces, bazd meg. Nagyon necces. Hát csap meg. Picikét rendezkedünk. Rendezkedünk, rendezkedünk. Akkor szop ki a picsám! Hát ez... Hú, kapott a pofett, de nem jó bazd meg. Nem tudom beívelni ti valamilyen fej, egyszerűen képtelenségre bedobni bármit. Te büdös faszopó geci bazd meg, rák szopasson le! És nagy kirepők a pályáról bazd meg. Nem baj, semmi gond egyébként, 49%. Utolsó lövés a miénk bazd meg! Te mocskos, senki jázi féreg! Elmondom, mit fogsz öcsém kapni, berepülsz a faszomba, bazd meg. Oda fogsz berepülni. Elmondom nektek. Elmondom nektek, mi a tervünk ti valamilyen fejek. Hát oda kéne beívelni elé, de hogy fogod a bejteni, bazd meg, mondnál meg. Hát csap meg. Ó, állj meg, tudok oda menni, geci. Te mocskos geci. Hát nézd, kinyírom, bazd meg. Nem aprózom el, hát de a csicskaság nem oda menni. Megmondom őszintén. Hát apám, szopja ki a picsám az egész világ, úgy, hogy van bazd meg. Micsoda egy faszopó pálya volt, geci. Majdnem oltattuk a fogunkat, geci. De csak majdnem. Tőlem lettünk világbajnokok, geci. World record! Zweihundert Meter für 18 Sekunden! Ennyi volt! Na, egyet kúrjunk még, bazd meg.
Én mondom nektek. Három magyar igazság, elmondom. Ti valamilyen hengerek. Hengetnek 5 győzelme van, 0 verdensége. Figyeld! All in one, genyó. Nézd, ami jó. Tik, bazd meg. Hát dik. No, jajajajajajaj, ezt ne. Ezt nem kell, ez szar. Ezt, ne, ezt meg már unom már, bazd meg. Ez már 6-szor volt. Ohohoho, nézd már ezért, ez beteg, bazd meg. Jaj, jaj. Ide vele, bazd meg. Mi kezdünk? Elmondom nektek, figyeljétek ezt a nagy lávatengert. Hű, megint de nagyon szar az egész, bazd meg. Nézd meg a büdös faszopó gecik, bazd meg. Csepod van kiolnyitva, dokármónak, csak egy szélkel felkapja, geci, elhajintja, cső. De nagy egy genyó pálya ez, geci. Ezt a faszopó Atos Kelly-be verném, hogy anya se ismerne rá, geci. Kirepül napi cse a pályára? Ez a kérdés, ti valamilyen fejek. Ezt a Portos, meg genyózt, és lehetne, de aztán talán mással gyilkolnám ki, mert nyakomba esik apám. Na jó, elmondom, mi a tervünk, ti valami engedek. Kis hátszerünk van, elmondom nektek. Athoszt akarom úgy telébe verni, hogy a faszomba kirepüljön. Elmondom ti néktek. Ez a terv. Terv teljesítve, bazd meg. Ennyi volt! Ejjaj, van gondunk. A jó kurva anyádat! Ne! Bazd meg akkor, szop ki a faszt! Hülye csicska, geci! Nem tesznek már rá, bazd meg arra koponyának a tetejére, hogy lökjenek már ki, geci, nézd meg ezt a faszt! Úristen, bazd meg! Hova lettem eldugva, geci? Nem tudok már lőni, faszom! Elmondom, mi a véleményem. Portos elé egy sima, azért, hogy ne kapjunk mi is a pávalmat gárnézével, genyó. Egy sima gránátot hajintanék Portos elé. Az hagyd menjen világá, geci, amerre akar a faszom. Hagyd lásson világot, he! Aj, gondolom, ne! Íjjjj, apám, szerencsénk van a gizével. Azt kipucoltuk, bazd, mert nem kell oda már taposok, na ottunk. Dátanyán! Szop ki a faszomat, a kurva anyádat azt! Na jó, hát csak meg jó, hogy nem repültünk a másik irányba, geci. Fél dokármó! Ó, mi van ebben a kurva anyád? Dinamit, hát ezt majd később, hát csak meg, Aramis. Aramis, Mossos, Possos, Gecos! Segbe kúros! Meg baszódos! Te szopkiosz, a faszomoszt! A szála bele tűromoszt! A nagy végbelúszt, genyúsz! Ezt elébe szopatom, geci, amíg érek. Álcsap meg! Váltsunk fegyvernem, ezt egy dátanya annak öcsém, hogy a kis kaszám mögébe, az meg surrantanék oda, geci, a tüske mögé, genyó! Neki valami ajándékot, egy újévi jó kívánságot, geci, szívnák a faszt bőnyállal, bazd meg. Csócsad a bránel, geci. Legyen már vagy 4, eh? Na, de nagyon szar. Jó, geci. Az igen, bazd meg. Jó, geci, szar. Tapsod, dokármó, a legnagyobb király. Dokármó, olyan van gond. Lesz egy kis problémák. Jaj. Jaj, apám, geci! Kokszos geca! 49, fél túlszabó, volt egy plusz százalékunk, bazd meg, túléljük ezt. He, fél szabó állunk, egy kivéle statisztikát, döcsém. Egyetlen egy, viszont nem lesz könnyű azt kirobbantani. Elmondom, mi lenne a tervünk. Szinte fizikai képtelenség, bazd meg. Oda kérti valamilyen fejek. Hogy is hívják hoz? Aramishoz. Elé dobni egy bombát, és ott van valami pötek. Ott a karófa mögött a csém. Oda kell dobni, az kirepülne a faszomba. És nem tudom, hogy éven ez nagyon precíz dobás kéne ti valamilyen fejek. Egyértelműen, meg kétértelműen? Hát próbálkozzunk meg a ilyen szétrobbanós, nem a mi esélyünkbe az meg a győzelemre. Fú, geci, nem tudom. És ez nagyon fentről kéne intani, elmondom, úgy kell csinálni, rámenjen az akasztófát ti valamilyen fejek. Akasztófára való. Az a baj, hogy ezt kicsit dönteni kéne még. Fuha. Picikét. Döntenék még jobban. De nagy szar. Na mindegy. Nem tudom, hogy kipiszkáltam ezt a büdös gecit onnan, bazd meg a sarokból. Rohadjál meg, te faszom százfele.
Fú, bazd meg, lesz gondunk. Dokármanak annyi lesz, ott tolhatok. 24 szai fél, Zsudicsi fog jönni valamilyen fejek, elmondom, és benyújtja Aramisnak öcsém a számlát. Ezt elmondom mindenkinek. Milyen van? Aha, simagett. Én azt mondom, hogy lőjük ma az esélyünket, mert egy szétrobbanóssal. Jó. Elmondom, mi a tervünk, ti valamilyen fejek egyszerű eléggé. Aramishoz kell bedobni egyet, és aztán bassza szét az anyja. Csap meg. Aramis. Aramis. 3 másodperc, olyan már 4. Na, puff, puff, focsém, ennek annyi lesz. Yes! Hengerek is, még győztek ti valamilyen hengerek. Nem is meglepő módon ti valamilyen hengerek. Tőlem lettünk kemények. Áramiszék, jönnek öcsém egy visszavágóra. Elmondom nektek öcsém, mert nem kaptak elég pofon ma. Kapnak még a pofájukba, geci. Annyit mondok. Na nézzük mi újság, ha vaspál megint? Fú, bazd meg. Na jó, vegyenem vasem. 2 havas per, mert éppen itt van tönöm aktuális. Nézzük mi újság van. Figyelj, Aramis, hoppá, hoppá, figyelj, D'Artagnan öcsém bement az igluba. Elmondom, ne tudom, kicsit fog jönni, elmondom azt is egyébként hozzá, figyelj. Athos eléggé szép. Hú, bazzeg, Portosan, mit csinálunk ki valamilyen fel? Ki kell nyíni ezt a faszt? Vagy inkább Aramis kúrjuk szét? Hú, bazz, nem tudok választani, öcsém. Á, sok jó bul! Á, csap meg! Elmondom, nektek mi újság lesz. Kérem tisztelt, te el! Lehetne Portus! Fél Portus de Rikvi? Azon gond, á, az a baj, hogy nem fog leesni apám ez a faszopó, meglövöm. Gránáttal elé dobok. Át fog repülni a picsa a máskorra, le kell pedig esnie. Annak az, amit ez a fasz apám meglő minket, geci, ez a Portus, akkor annyi lesz bazd meg az életünknek. Egy telelő taposoknál rakva, geci, úgy kedvesen voltak elrendezve a pályák, elmondom. Az a bajom ugye, hogy olyat kettő van, hogy csinálunk, hogy lövünk egyet. Megkockáztassuk, azért nagyon profi, az a szar kiálló hegy bazd meg, abba fog belemenni. Olyat gondoltam esetleg, hogy hátrafele fie fogok. Akkor szív ki a picsámat bazd meg! Te hülye fasz, hogy leesjel! Olyat kell csinálni valamilyen fejek. Nem érdekel engem. Nézzük már meg esetleg, mit tudunk csinálni az egésszel, az egész emberrel. Azon gondolom, hogy bazukával nyomulnék ki valamilyen fejek. Hátrafele rakétáznék. Elmondom, mi a tervünk. Fú, geci, az nem kis profizmus kéne hozzá. Figyelj, bazukával erős szembeszelünk van. Olyat rakétáznék ki valamilyen fejek, hogy kilőném ebbe az irányba. Felmenne a rakéta, és pont ide Aramis mögé csapódni és belökni a vízbe. Csak tudom, mi a probléma? Nagyon óvatosan kell mögé csapódni, hogy átöpjön a másik partra, bazd meg. Tehát azt akarom, hogy ez a büdös geci egy picit menjen csak kiccelve, bazd meg, hogy beessen geci a picsába, a vízbe. Erre gondoltam, genyó. Hát akkor próbálkozzunk meg. Öcsém geci! Azt a kurva, láttad ez, bazd meg? Na most jön a fekete leves geci. Van egy kis problémánk. Hogy szívnád a picsámat? Ó, oké, jó, jó van. Ez egy mennyi lesz? 49-es. Dokármó, 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 geci. Állj csak meg, az a bajom, hogy túl sokan vagyunk, bazd meg. Jön már innen a faszomba. A rohadt fasz kapott, hogy fogom kinyírni innen, geci? Kettő megszívjuk a faszt. Kit kéne kicsinálni még? Jatan fél, D'Artagnan, fül is milyen szar ilyen van, geci? Ez is... Hát várj, tudom az igazság. Bazukával ezt is megnyomhatjuk, öcsém. Csak Csepárt nem kéne bazd meg, ott hagyna fogát, az a, legyen az igazság. Itt D'Artagnant ott a telibe varnánk az iglú fejét, apám szétopatnánk, kirepülne a picsába ez az ócsó kurva. Úgy is ő fog most jönni. Hát elmondom nektek ti valamilyen fejek, hogy hátszerünk van. Szerintem lehet, hogy nem kéne most visszafele izélni. Most szemből kéne fiad így. Így kell ti valamilyen fejek nyomulnunk. Ezt kap ki, geci. Hú, apám, kaptam én is, bazd meg, az a baj. Hű, geci, nem baj, mert kiment az a faszopó. Hát nem mondom, örülött neki, az, hogy mi is megkaptuk, csak az a baj, ezt nehéz, hogy kivitelezni ti valamilyen fejek. Teleport? Az jó. Én kiment a dobászból. Nehéz, hogy megcsinálni valamilyen fejek, hogy telibe kúrom azt a faszt, és mi megkapjuk a bombát, meg bazd meg. Na itt a probléma, ti van a fejek a Portosszal. Hű, geci, tudom, mi a tervem?
a télapónak a kezére rákúratnám öcsém a izét, a bombát, és gyakorlatilag ugye, hát Isten igazából csavagydődik, hát ez a ötletem egyébként, hogy azban nem lesz egyébként ez jó, tudod, be fogod venni a hóna aljába, az meg hóna alá fog menni öcsém, az a rohadt bomba, érted? És ki fog pusztani a gárnizét, meg a faszkalapot, geci. Tudod, a fasz, hogy fog kinyílni majd a később, nem mindegy, ez már másik történet lesz. Azon gondolkoztam egyébként még, mert nem fog tudni kinyírni a csávókát, és túlságosan veszélyesti valamilyen fejek. Ez a bombázás, mert mi fogjuk megszívni a faszt. Szétrobbanó bomba, ketten alapjunk alatt a bazd meg, hát kinyírunk. Azt fogom csinálni, hogy akmetővel fogom ti valamilyen fejek, pöcögtetni geci a tetét ennek a faszopónak, ennek a kurva hóembernek geci. Azt akkor hát, hát nem tudom, megmondom őszintén. Hát csak megtudom, régoltam még? Hát, az nem fog menni, de nem lenne rossz egyébként, sima gránáti valamilyen fejek. Sima gránát kéne nekünk, és kérek tisztelette, ott dobna a csávóka, ott csó elrepülne, belepülne abba, hát igen, olyan szerencség nincsen ti valamilyen fejek, a csó elrepüljön a picsába hátra, még kapna egy kezdősebességet még a taposoknál, ott a harmadik hóember fejénél, és még feltedni azt, hogy az ki is repülne a picsába pályáron, az szépen nem bazeg egynek, megmondom őszintén. Lássad, hogy bebasszintani, az se lesz már egyszerű. Na próbálkozunk meg, geci. Legyen már 4 másodperc, mert szerintem ide kell az idő. Az igen. Hát nem így gondoltam, megmondom, azon nem tudott átmenni. 76, kurva, jaj, azt nem is. Fú, bazd meg, itt megszívjuk a faszt. Mi lesz ebből, sem tudom mit, ez hülye. A saját magát nyírja ki, de nagy faszapám, azt ránk fog robbantani, nézzetek meg ez a csicska gecit. Azt ránk robbantani, nem magát, apám. Hát ez nem igaz, geci. Nézd meg ezt a faszt. Túléltük? Aztán az is fog robbantani, azt akkor izé van, jó? Csepával, ti valamilyen hengerek, Atoszkiel kinyílnunk, nem tudom, hogyan egyébként, megmondom őszintén, mert hát esetleg grátod, bepattintunk, hát én nem tudom, geci. Eddig rücskös az a kurva anyja ott. Oda bekuratni ti valamilyen fejek, valami, úgy is mondhatnám, hogy grátfélsét, az nem lenne egyszerű. Valamilyen szerű lenne, azt egyébként mondhatnám. Sima gránát? Legyen inkább izé, szétrobbanós? Hát az fizikai képzőre belőlem, nyapám. Azt nem lesz egyszerű. Így, opám, ezt kap ki! Júj, geci, látod ezt? 64% bazd meg! Nem tudtam pattintani! He, te büdös geci, gyere csak kifele az a dugó, bazd meg! Most elébe szapatlod dokármóval, bazd meg! Azt mondja, a ládat is rárobbantolak, bazd meg! Ja, fel is veszély, akkor kapd be akkor a faszomat! Jó, már ki van már, geci? Ki van már a faszom is, he? Hát csap meg! Nem mondom, hogy éred biztosítást, ki valamilyen fel itt tanászkodni, viszont figyeljtek meg, ki szerem van! Hát akkor bazukázunk, genyó. Ezt kap ki, elmondom mi a tervünk, csávókáp, mint a múltkor, megkocoljuk, beesik, violátás. Csak a szerünk most picikét gyengébb, elmondom, azért magasabbra kell kuratni. Látjap meg. Nem is erre kell ülnünk. Hú, nem tudom menni fog ti valamilyen fejek, mert ugye most más genyó szél. Nem fog tudni a pár elülni, igaz, még vissza fel fújni a szél, az a baj. Annyira mélyen vagyunk, a kurva istenit már bazdnak a gecinek. Nem tudok innen kijönni, bazd meg! Nem jó, nagyon nem jó a szélti valamilyen fej, nagyon szar. Ez a rohadt szar, meg annyira magas, bazd meg, ez a kurva hóember. Nem bőg egyszerűen átbőrni, bazd meg. Csökkentsük a csapódást. Hát ez nem igaz, apám. Ajjajjajjajjajj. Át kell fél lőni a hóember, mert a kis pöcök között geci. Még próbálok átlőni. Na jó, elmondom, milyen gondoltam, nem lesz jó, mert meredek lesz az egész. 6 meg 7. Gránát. Sőt, szétrobbanos legyen már, mégpedig azért, mert csak meg hát meg tudnánk kocsolni csávót. Megkocsolnánk, az annyi lenne bazd meg. Az egész embernek. Levegőbe is felrobbant egyébként, nem bánom, megmondom őszintén, mert akkor meg egy kis pöccint, és ez ennyi lesz. Az igen! Ennyi volt, geci! Ennyi volt!
ennyi volt, és kész. És még győztünk ki valamilyen hengerek, tulajdon nem, biztosítottuk be magunkat a halhatatlanok csarnokába, elmondom nektek, mert tulajdon nem lettünk kemények. Ennyi, ennyi, a wow! És kész.